Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, hölgyeim és uraim, bejött az új frissítés a Warframe-be, ezzel együtt megkaptuk az Atlas Deluxe skinjét, és hihetetlenül jól néz ki, tényleg nagyon-nagyon eltalálták, ahogy kinéz, és mind emellett kaptunk egy jó néhány augment modot. Ebben a videóban kifejezetten a korának az új augment modjáról szeretnék beszélni, de ezen kívül most itt helyből megemlítem, hogy 4 augment modot kaptunk, és az egyiknek a neve lenne, egyiket Garudára kaptuk, Dreadward névre hallgat, nem nagy szám, az a lényeg, hogy az egyes képességgel megölsz egy enemit, akkor halhatatlan leszel egy pár másodpercig. Tekintve azt, hogy az egyes képesség képes megölni enemiket, igen, viszont kicsit nagyobb szintre mész, már nem. Úgy gondolom, hogy annyira nem jó augment, hogy egy videót kelljen rá teljesen áldozni. A következő augment mod pedig a Blinding Reeve lenne. Az a Revenantra jött, ez hasznos képesség, azt hiszem, tehát igazából nem rossz tömegszabályozás szempontjából. Az a lényeg, hogy megvakítja az enemiket, hogyha hármas képességgel átmész az enemiken, akkor megvakítja. Ez a mod azt hiszem akkor hasznos, hogyha egy kicsit úgy a régi stílusban játszunk. Manapság a Warframe-ben mindenki damage, és minél kevesebb crowd control, illetve vannak Warframe-ek, amelyek jók crowd controlban és damage-ben. Ezáltal úgy gondolom, ez a Blinding Reeve augment mod egy kicsit a régi Warframe-re hajaz, ahol inkább a crowd control volt szerepben, vagyis több szerepe volt a crowd controlnak. Tegyük fel azt, te átsiklasz az enemiken, ők megvakulnak, és egy damage-es társad lelövi őket, tehát így védeni tudod a csapatot, de ez sem az a nagy szám augment mod, ami megérne egy videót. Viszont ám a korának az augment modja, hölgyeim és uraim, Pilfering Strangle Dome, igen, ez egy nehéz szó, névre hallgat, szóval, ja, akik már úgy benne vannak a Warframe-ról, sejthetik, hogy mi van itt, nagyjából úgy működik, mint a Hydroid, aki korának a hálójába benne akad, annak van esélye arra, hogy extra lootot dobjon. Kicsit zavarba voltam ezzel a moddal, próbáltam most, ez azt jelenti, hogy úgy fog működni, hogy fel kell akadjon az enemy, és akkor droppolni fog belőle, így kipotyog a loot, nem kell, hogy meghaljon, nem igazán tudtam rájönni az elején, így próbálkoztam vele, de azt felfedeztem, hogy nem, az enemy nem hal meg, nem fog dobni semmiféle lootot, szóval nem olyan, hogy így kirázza belőlük a lootot, és nem halnak meg, vagy lehet, hogy olyan kéne legyen, de még nem úgy működik, ahogy kellene, viszont hát akkor elmentem máshova, elkezdtem tesztelgetni, és Kora versus Necros lett belőle, melyik a jobb, ugyanis ez a Pilfering Strangle Dome nevű augmentot 65% eséllyel dobál extra lootot, versus Necros, ami 56% eséllyel dobál extra lootot, hogyha jól tudom. Csak a Necrosnál látványosabb, ugye, mivel hogy ott ölsz folyamatosan, plusz az életet farmolja, az energiát farmolja, és az emberek úgy tűnik, hogy egy csomót farmol, de amúgy végül is igen, csomót farmolunk, úgyhogy nekivetettem, elmentem Erisre, mivel hogy koráról legalábbis úgy gondolom, hogy az egyik legerősebb az Infested ellen, úgyhogy Infested ellen teszteltem Necros VS korát, hogy mégiscsak hogy működik ez a Pilfering Strangle Dome, úgyhogy azt fedeztem fel, hogy érdemes ezt a modot némileg erőre húzni, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg úgy működik, hogy az enemynek fenn kell akadnia ugye a hálóban. Viszont ahogy észreveszem, meg is kell halnia ennek az enemynek, és csak azután fogod megkapni a lootot. Tehát csak ha simplán ott lóg, de nem hal meg, az nem fog adni lootot, ahogy néztem, pedig az nem lenne rossz igazából, hogyha úgy működne, viszont ugye meg is kell halnia az eneminek. Na most ezért úgy döntöttem, hogy némi erőre fogom húzni a korát, hogy alacsonyabb szinteken, és itt most 30-es, 40-es szintről beszélünk ennek a pályának az esetében, ott meghaltak az enemik az ultitól, lecsökkentettem az idejét, nagyjából hasonlóan, mint a Hydroid Pilfering Swarm modolásoknál, lecsökkentettem az idejét, és rámentem egy kicsit arra, hogy az erőre, és
így már működni látszott a dolog. Na most az az igazság, hogy és ugye VS van, tehát kirakom itt a képernyőre, hogy megnézzétek, hogy 200 akárhány kill után mennyi lootot tudott összeszedni a Necrosszal, mennyi lootot tudtam összeszedni a Necrosszal, és 200 ugye majdhogy nem ugyanannyi kill után mennyi lootot tudtam összeszedni a korával. Plusz-minusz ugye azért a teszt az, ez a fajta teszt nem teljes mértékben hiteles, hiszen lehet, hogy egyiknél kevesebb enemy jön, úgy érzekedtem, hogy a koránál némileg kevesebb enemy jött, a Necrosznál némileg több enemy jött, de a lényeg az, hogy igyekeztem megállni ugyanannál a kill számlálónál, hogy meglássuk, hogy melyik Warframe tud többet farmolni. Na most a végeredmény egy kicsit csalódás is, és öröm is ebből a szempontból. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Necrosz az nagyon-nagyon durván tartja magát, tehát nagyon ott van a szinten. Ugyanannyi kevesebb killel képes néha többet farmol, mint a kora. Ez többször kellett neki fussak ennek az 5 perces Survivor körnek, hogy átérezzem, hogy mi történik. És végül is azt vettem észre, annak ellenére, hogy ez a mód több eséllyel farmol nyersanyagot, mint a Necrosznak a 3-as képessége, annak ellenére nagyon kiegyenlített a csata ezen a téren, és mondhatni azt, hogy ugyanannyit farmoltak ugyanannyi alatt, vagyis nem ugyanannyi idő alatt, hanem ugyanannyi kill alatt ugyanannyit farmoltak, annak ellenére, hogy a korának nagyobb esélye van. Viszont ez azt engedi sejteni számomra, hogy a korának nagyobb tömeg is kell, hogy igazán ez a módja kibontakozzon, nagyobb tömeget kell felfogjon, ami azt jelenti ebből a szempontból, hogy a kora a Necrosz mellett egy olyan Warframe lehet, amit endgame-be lehet vinni, farmolni. Ugye a Hydroid versus Necrosz csatát mindig a Necrosz nyeri, mivel a Necrosz tovább lehet ott vinni. Úgyhogy most úgy néz ki, kaptunk egy alternatívát a Necrosra ebben az esetben, és az a kora lenne. Ami jó dolog, mivel hogy azt hiszem például egy ilyen Infested elleni defense-en megesett, hogy a korával jobban járunk, mint a Necrosszal. Vagy éppen a kettő együtt, ugye az egyik tudná adni a védelmet és a lootot, a másik meg még extrán farmolna. A kettő együtt azt hiszem egy nagyon jó párost alkot, úgyhogy jegyezzétek meg szerintem ezt a módot, még egyszer mondom, a Red Whale-től ki lehet venni mindazoknak, aki érdekeltek a farmolás művészetében. De ez a videó most ennyi lett volna. Tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel. Klánunkba lehet csatlakozni, link a videó leírásában. Discordunkra bárki csatlakozhat, nem csak klántagok, várunk szeretettel. A link a videó leírásában. Kommenteket, kérdéseket várom itt, vagy Facebookon, ahol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!